Kezdődjék a harmadik, az utolsó versenynap, a vecsési nemzetközi versenyen. Ugye mondtuk, hogy 1-es, 2-es és 4-es fogatoknak is van verseny. Most akkor következik egy 1-es fogat az akadályhajtáson. Egy lengyel versenyző, Kwiatek Bartlomiej. Jól sikerült neki egyébként a verseny, ő a győztese a három nap eredményének. Az első nap a harmadik helyen, a második nap az első helyen zárt, és az akadályhajtást is az első helyen zárta a lengyel versenyző. Hát én azt hiszem, hogy egy 1-es fogattal azért sokkal könnyebb dolga van egy fogathajtónak, mint a 2-essel vagy a 4-essel nem is beszélve. 1-es fogathajtásban a legnehezebb dolog megtalálni azt a jó lovat, amivel végre lehet hajtani ezeket a versenyszámokat, mert ott nincs más ló, ami segítsen neki, az az egy ló van. Kwiatek Bartlomiej, ugye az első helyen végzett, ő kapta az aranyérmet, Veronika Kwiatek lett a második, és egy finn versenyző, Ikonen Arja a harmadik helyen végzett. Ifjabb Dobrovics József következik. Hát igen, tavaly évben pekes volt, mert kizárták. Az idén akkora peke nem volt neki, mint tavaly, de sajnos most is belépett neki az istránkba az egyik hátsoló. Nagyon előre tették az istránk tartó szíjat, és így a hátsoló bele tudott ugrani a szűkfordulón. Ugye ez időveszteség legfőképpen? Igen, hát büntetőpontot kapnak azért is, hogy leszáll a hajtó, és a segédhajtó, és időben is büntetést kap. Annyiban ez egyébként nem befolyásolta Dobrovics József teljesítményét. Igen, szerencsére elég magasan vezetett, és ez még belefért neki. Igen, belefért ez a legjobb szó, mert ugye megnyerte az első napot, megnyerte a második napot, és hát második helyen zárt a harmadik napon Dobrovics József, és így összetettben az első helyen végzett Móruc János és Osztertág Kristóf előtt. Sejben Zsolt, ugye a 2-es fogatoknál volt ő versenyben, és ő is a győztes, azért mutatjuk őt, mert ő volt a győztes az első versenynapon, a negyedik helyen, a második napon, a hetedik helyen végzett a maratonban, így a második helyről várta a folytatást a harmadik napi akadályhajtásra, és itt a negyedik helyen végzett, és ez az összetett eredményben az első helyét jelentette Sejben Zsoltnak. Igen, hát Zsoltinak, ami mondhatni két legerősebb versenyszáma, úgy gondolom a díjhajtás és az akadályhajtás. Maratonon kisebb csiszolásokra van még szüksége. Egy cseh versenyző a második helyen, és Kákonyi Norbert a harmadik helyen a 2-eseknél, és akkor jöhet a pályatanulás a 4-eseknek. És aztán következik Daniel Wüngerrel egy beszélgetés a verseny legfőbb esélyesével. Ugye mondtam, hogy a legfőbb esélyes, és erre azt válaszolja, hogy hát legfőbb esélyesnek lenni? Hát igen, fantasztikus érzés itt Magyarországon. Fábián Sebestyén után a vecsési versenyen is mondjuk a legjobbak között lenni. Nagyon nagy az izgalom bennem, és nagyon várom a folytatást, de hát 5-en vagyunk esélyesek az aranyéremre. Mindösszesen 4 pont a különbség közöttünk, semmi különösen nem készülők, mi svájciak jók vagyunk a fogathajtásban, Finta Gábor egy nehéz pályát épített, ami az előnyünkre is válhat, és én bízom a szerencsében, meglátjuk, hogy majd kinek az oldalára áll a szerencse a harmadik versenyszámban. Hogy mit várok? Hát természetesen az, hogy hibátlanul 0 hibaponttal menjek. Axel Boyd a pályán. Ugye az ausztrál versenyző a magyar fogattal. Arról beszéltünk, hogy ő is nagyon jól teljesített az első napon, harmadik helyen, aztán a maratonhajtásban a hatodik lett, így összetettben az ötödik helyről várta a folytatást. Neki jól sikerült az az akadályhajtás. Hát igen, ő egy verőhibát vétett, és néhány másodperc ide túllépése volt. Rendkívül nehéz pálya volt. Finta Gabi úgy gondolom, hogy kitett magáért egy CIO rangú versenyre, egy CIO rangú akadályhajtó pályát épített.
nem sok embernek sikerült hibátlanul teljesíteni ezen a napon. Nem sok embernek, egyetlen egy embernek, de ez majd a folytatásban kiderül. Most nézzük az ausztrál versenyzőt. Ugye itt van az ötös akadály, itt a verőhiba. Nem is kicsi verőhiba, igen, azért hát ez a bója. Még itt látszik, hogy mennyire rutintalan a ló, mert egy rutinos ló nem rúgta volna le azt a sejbet. Dobric József következik, és ha már beszéltünk a hibátlan teljesítményekről, akkor nézzék jól, mert itt van a nap egyetlen hibátlan teljesítménye. Igen, hát úgy gondolom, hogy elég jól sikerült felmérnem ezt a pályát, és észrevettem, hogy minél szűkebbeket fordulok, annál gyorsabban tudom véghez vinni az alapidőt, és bárki próbált nagy lendülettel menni és úgy behozni az alapidőbe való elmaradását, az mindenki hibázott. Ezért én megpróbáltam olyan szűk fordulatokat csinálni, amin legtöbben csak nevettek, mikor néztem, azt hitték, hogy viccelek, hogy én ott akarok menni, és ez nekem bejött. Akkor nem is akár hogyan jött be. Ugye a negyedik helyről kezdte el a versenyt, ezt a harmadik versenyszámot Dobrovics József, és az első helyen zárt ebben hibátlan teljesítménnyel, és ez az összetetben is meghozta a sikert. Hát igen, ezt mondtam már a maratonnál is, hogy ugye a díjhajtásnál azért kell bevállalnom egy picit gyengébb szereplést jelen pillanatban. Úgy gondolom, hogy avval sincs, tehát ott se lesz probléma, hogy a lovak jobban összecsiszolódnak, mert viszont ebben a két számban meg szenzációsan mennek. Igen, úgy tűnik ez a fogat egészen jól teljesít itt az utolsó akadályhajtásban. Ugye hibátlan teljesítményt hiába is keressük, a hibát nem találunk. Minden teniszlabda fönnmaradt a helyén, ez már a pálya vége. Jó összhangban a fogat és a hajtó. És ugye azt mondtam, hogy ez a versenyszám meghozta a siker Dobrovics Józsefnek, így az összetetben is az élen zárt. Igen, hát nagyon figyelmesek a lovak szerencsére, tehát itt nem látszik az, ami Excel Boydnál, hogy rálépnek a sejbára, hogy egyébként. Azért az öröm a szemmel látható. Hát igen, azért csak a hazai közönség is közrejátszott, és hát ugye egy rendkívül nagy versenyt sikerült nulla hiba pont a végrehajtani, ami ugye utána feltette a mércét az utánam következőknek, és hát ez be is jött, ez a sok hatás szindróma, hogy úgy mondjam, mert többiek el is kapkodták utána már.